merész és szakmailag, illetve perspektívikusan nézve jövőben mutató személyi változások történtek a Szekszárdi Sport és Szabadidő Központ szűkebb vezetésében. Az új igazgató Szőke Gergő még csak a 30-as éveiben jár, komolyabb vezetői tapasztalatai nincsenek, de végzettsége, képzettsége, határozott álláspontja bizonyos kérdésekben és következetessége, sokak számára megnyerő személyisége, alkalmassá teheti a feladatra. Remélem, hogy tudom bizonyítani a rátermettségemet. Nem telt el még sok idő, úgy a feladatokba kezdek belerázódni, úgyhogy már kezd tisztulni a kép. A fiatal vezető mindjárt a szekszárdi sportban megoldás sürgető uszodaépítés, illetve nem építés ügyébe csöppent. Eltökélt szándéka, hogy az ő regnálás alatt a lehető leggyorsabban épüljön fel a helyi politika részéről célkeresztbe került létesítmény. Személyesen a Vízilabda Szövetség elnökével, Vári Attilával is tudtam ma egyeztetni, és ő is mögém állt, ami nagyon jó érzés volt, és már most is vannak előrelépések, de szeretnénk ezt majd egy sajtótájékoztató keretébe elmondani a nagy közönségnek. Fő célja továbbra is, mint szakember, hogy az élményfürdő majd az uszoda működését a költségek oldaláról racionalizálja. Vannak terveink, tehát az üzemeltetési költséget azt mindenképp szeretnénk csökkenteni. Nem árulok el nagy titkot, hogyha itt a napelemes projektünket előhozom. Szeretnénk egy napelemparkot telepíteni a fürdő mellé, mert az áramszámlánkat hosszú távon tudjuk csökkenteni. A sportközpont, sportegyesület is egyben úszásban, atlétikában, vízilabdában és szabadidősportokban érdekelt. Fő feladata változatlanul a szekszárdi sportélet meghatározó szereplőinek kiszolgálása több labdajátékban és persze az egyéni sportágokban. Nos, az új vezető ezt szeretné magasabb szintre emelni. Ez egy rátermett, hiteles sportember kell, és ezt a személyt látja Scherrer Tamásban, aki sportvezetőként, edzőként és sportszervezőként is fényesen bizonyított és kellőképpen motivált az új feladatra. Scherrer 25 éve tartó pedagógusi pályáját cseréli fel a számára új kihívást jelentő sportszakmai koordinátori állásra. Mindig is érdekelt a sportrendezvények szervezése, illetve a úgymond sportvezetés, sportszervezés területe, és nagyon örültem Szőke Gergő megkeresésének, hogy gondolt rám, hogy ebben esetleg tudok segíteni. Remélem, hogy az elmúlt 22 év bizonyítja azt, hogy miért keresett ő meg engem. Vannak már most is tervek a fejében, noha augusztus elején áll munkába. Eddig is megvoltak a tervek, ezeket a terveket remélem, hogy most meg fogom tudni valósítani. Bízom benne, hogy a városlakók már ennek az évnek az utolsó negyed évében ebből láthatnak is valamit. Az új vezető nem csupán a saját szakterületének számító atlétikában gondolkozik szekszárdi versenyekben, nagyon is nyitott arra, hogy a labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda vagy a küzdősportok helyi képviselőivel rangos hazai vagy akár nemzetközi sporteseményeket hozzanak Szekszárdra a közeljövőben a sportközpont támogatásával is.